Székelyi Tamást a küszöbön álló természetfilmfesztivál, nemzetközi természetfilmfesztivál egyik főszervezőjét. Köszöntöm a stúdióban, szervusz Tamás, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, szervusz! Tavaly már volt egy, és azt gondolom, hogy nem csak Gödöllőn, nem csak Magyarországon, hanem világszerte meglepetést okozott. Ugye az első természetfilm, nemzetközi természetfilmfesztivál itt Gödöllőn olyan számokat hozott, amit légy szíves emlékeztes rá. Hány jelentkező, hány alkotás? Voltak, tehát több mint 420 nevezés volt, 42 országból, tehát lehetne nagyon, tehát még fokozni ezeket a dolgokat, hogy a világ minden tájáról, tehát Új-Zélandról, Ausztráliából, Iránból, Japánból. Elsőre. Igen, csak azért ez nem így, tehát azért ez nem ennyire szép, tehát ennek vannak olyan, olyan partvonalai, amelyet azért észre kell venni, úgy kell értékelni, ahogyan szakmailag ezt helyes értékelni, és arra szintre kell helyezni, amiből lehet növekedni, és lehet tényleg, ahogy említetted, világhírű, vagy akár Európa hírű minőségi fesztivállá válni. Ezt azért mondom, mert ez a minőség szó a végén a legfontosabb, hogy a mai fesztiválokon azok már nemzetközi nagy portálokon neveznek. Bárki nevezhet. Tehát szűrés nélkül bárki fölteheti a filmjét. Tehát én azt mondom, hogy 420 film, akkor azt látni kell, hogy a 420 filmből azért az előzsűrinek óriási munkával nagyon-nagyon sokat ebből ki kell szórni. Tehát itt még azért a minőségben rettenetesen sok fejlődésünk van, hogy tényleg ez az Európában a neves fesztivál legyünk, és hát ugye fejlődni kell abban is, hogy van egy csodálatos díjunk, de itt pénzdíjak kellnek, tehát tovább kell lépni, amire az a nagyon sok tényleg minőségi film megjelenik, de megfog. Tehát ez már jövőre is, vagy idén is sokkal jobb lesz. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy visszhangja azért volt Európa világszerte a dolognak, és amit mondtál, az bizonyára igaz, hogy lehet fejlődni minőségben. Lehet, hogy kevesebb film kell, tehát benne volt ebben a 400 valahányban az a... Benne, egyértelmű. Jó. Hát akkor az előzsűrizés az pedig hogyan is zajlott tavaly, és hogyan fog zajlani az idén. Tehát itt ugye ilyen társadalmi zsűrik is működnek. Így van, tehát a maga szakma nagyon mögénk állt a tavalyi évben, tehát tisztelet, le a kalappal előttük, amilyen munkát végeztek lelkiismeretesen, végignéztek minden filmet, tehát két lépcsőben, tehát volt egy több tagú előzsűri, és utána a főzsűri ezeket még újra nézte. Változtattunk a dolgon az idei évben, tehát külön zsűrink van a nemzetközi filmszemlére, és itt azért szeretném kiemelni azt, hogy az idei évben két filmszemle lesz, egy nemzetközi filmszemle és egy Kárpát-medencei filmszemle. A nemzetközi filmszemle az a klasszikus szakmai természetfilm, tudományos film szakmai szekciók. Tavaly is meg volt ez csak egyben? Csak ez egybe tehát itt szétszedtük. A Kárpát-medencei az egy külön filmszemle, tehát ahova a Kárpát-medencei két szekció van, csak a Kárpát-medencei értékek, kulturális és természeti értékek szekció van. Ide ugye várjuk a Kárpát-medencében élő magyar ajkú és más nemzetiségű alkotóknak a műveit is. És visszatérve a zsűrire, a nemzetközi zsűri az egy nagyon-nagyon nívós nemzetközi zsűri lesz, nemzetközi fesztiválé. Ez kanadai, német, angol és más nagy forgalmazók, nagy filmes producer irodáknak a vezetői, abban vannak abban a zsűribe, Novák Emil, Balázs Béla díjas magyar, és még sorolhatnám, tehát nagyon Gáspár László a Spektrum TV-től, tehát egy nagyon nívós zsűri van, és ugyanígy a Kárpát-medencének megint egy nívós, de az már a Kárpát-medencében híres, tehát a Juhász Árpád, aki az előző évben volt a zsűri elnöke, ifjabb Kollányi, Koltai Andrea, stb. Zsila Sándor fotós, tehát egy nagyon-nagyon jó zsűrik van. És a halászat-vadászatnak is külön zsűrije van, hogy a szakma ne ütközzön, ne bántsák egymást. Az egy másik trend, de most már hál' Istennek én is, mint kívülálló azt mondom, hogy nem csak arról szólnak ezek a filmek, hogy lőnek, horgot akasztanak az állatokba, hanem tényleg az már a természet, a természeti környezet bemutatása és egy sportnak a bemutatása turisztikával. Tehát jó az az irány is, amiben megy. Világos, azt mondtad az imént, hogy kívülálló vagy. Használatgémmegőrzési központ, jól mondom? Igen, teljesen. Gödöllőn működő használatgémmegőrzési központ igazgató helyettese vagy amúgy, jól mondom? A vidékfejlesztési intézetnek vagyok a vezetője, tehát igen. Köszönöm a pontosítást,
És amikor azt mondtad, hogy a filmes szakma mögétek állt, akkor egy kicsit ezt is korrigáljuk, mert hát hiszen ez az akarat, ez valahogy közös, ott nem Gödöllőn találtak ki, hogy akarok egy természetfilmfesztivált, hanem jól tudom, a filmesek is akartak egy. Hogy is találtunk egymásra ebben a dolgokban? Hát mi belecsöppentünk, tehát ez így klasszikus értelemben. Egyértelmű, tehát ennek van, két irányból van előélete ennek, hogy került ide Gödöllőre a fesztivál. Ugye az egyik az a maga a Gödöllőnek a hagyományai, tehát hogy a Légi Mapfilmnak itt volt a természetfilm stúdiója, tehát ez egy örökség, tehát ez itt volt, a szakma ismeri a helyet, a Lutra film, tehát Homoki Nagy István, tehát többen nagy alkotó, tehát régi nagy filmesek, azok itt dolgoztak Gödöllőn, tehát azért ez a szakmában egy rangot ad ennek a városnak, mind a mellett, hogy maga a város, az pedig egy tökéletes fesztiválváros, tehát maga a közepén a kastéllyal, parkokkal, helyszínekkel, tehát ide fesztiválokat, mind kulturális, mind másféle fesztiválokat szerintem örömmel hozna bárki. A másik irány pedig az, hogy a magyar természetfilmes szakmának pusztaszeren azért már közel évtizedén keresztül volt egy kisebb fesztiválja, ami a magyar ajkú kárpát-medencei alkotókat szólította meg. De hát az élet az pörög, a piac az változik, tehát ahhoz, hogy egy alkotó a nemzetközi piacon is eladható legyen, mint alkotó, meg a filmje is alkotó legyen, azért ő neki rengeteg nemzetközi fesztiválon meg kell jelennie, forognia kell, a filmjét be kell mutatni, és kellett, hogy lépjenek. Tehát hogy maga az alkotói kör lépjen, és Magyarországon legyen egy ilyen nemzetközi fesztivál, ezt ők fogalmazták meg. Mert hogy van annyi minőségű alkotást, amit igenis meg kell mérettetni a többi nemzetközi alkotással. És az alkotók jöttek el Gödöllőre, összefutottunk, jöttek hozzánk, hiszen ugye az intézményünk az ugyanúgy kötődik a természetvédelem, környezetvédelemhez, biodiverzitáshez, ugye a fő a génmegőrzésen belül. És akkor elindult egy ilyen beszélgetés, mögé állt a város, mögé állt a szakma, és akkor szépen lassan ez így fölállt, abszolút társadalmi munkából. Tehát itt a végtelenségig sorolhatnám, hogy az első mögött mekkora emberi akarat van, hogy ez megvalósult úgy és olyan minőségben. Tehát a hír, ami miatt mi most itt vagyunk, az, hogy megjelent egy közlemény, miszerint kiírásra került, és a pályázat lehet pályázni, bárki pályázhat. Viszont úgy látom, hogy egy új honlapja van, tehát tavalyinak volt egy külön honlapja, most az idejének egy újabb honlapja van. Én csak azért kérem, hogy meséljünk róla, mert aki pályázni akar, az hol találja meg ezt a kiírást, mert én nem fogom nekik felolvasni. Köszönöm, hogy erre kitértünk, tehát azért itt vannak, tehát pont ennek a fejlődésnek vannak fázisai, tehát ahogyan összeáll az egész, összeáll a csapat. Van egy régi domain neven levő fesztivál oldal, tehát ami ugye nem változik, és ez megszűnőben van. Gödöllőfest.hu. És jelen pillanatban a www.gödöllőfilmfest.com, ez az oldal, ahol ugye elérhetnek minket, ahol az összes kiírást és az összes információt mindenki megtalálja. A Facebook oldalunk nem változott, tehát ugyanazok a kereszt hivatkozások vannak. A szakma ezt már elfogadta, a nemzetközi oldalakon is mindenhol ez szépen bevezetésre kerül. Ezek olyan technikai dolgok, amiket át kell lépni egy fejlődési fázisnak, mindig vannak ilyen technikai oldalai. Tehát a www.gödöllőfilmfest.com oldalon lehet megtalálni az idei évi kiírást. Tehát aki pályázni akar, akkor itt találja meg, és aki meg látogatni szeretne, akkor mondjuk el azt is, hogy mikor is lesz ez is. Így van, a nevezés az február 29-éig tart. Nevezni lehet ezen a nemzetközi realport.com oldalon, ezt megtalálható a linkje a weboldalunkon. Ezen kívül a magyar alkotók számára még egy kedvezményt adunk, tehát ők nevezhetnek hazai szerveren, úgyhogy arra teszik fel a filmjüket, nem kell ezen a nemzetközi oldalon menniük. Így február 29-én lezárul a nevezés, onnantól készülünk a fesztiválra. A fesztivál pedig május 18-tól lesz 22-ig, tehát hosszabb lesz, mint a 2015-ös fesztivál. 18, 19, 20, 21, igen, nem 5 három nap, hanem 5 napos lesz. Ennek van egy olyan oka, hogy föl lehet pesdíteni egy város életét azzal, hogy több napon át esténként nagyon jó filmek, nevesebb filmek vannak. Tehát, hogy ráhangoljuk a várost erre. Helyszínek a megszokottak? A megszokottak lesznek. Azért mondjuk el. Így van, a megszokottak lesznek. A központi vetítési helyszínünk a lovarda lesz, tehát a királyi kastélynak a lovardája lesz. Ezen kívül vetítési helyszínünk lesz ugye a művészetek házában, a könyvtárban és a moziban. Tehát, hogyha erről van szó. És ugyanúgy megtartjuk azt is, hogy szabadtéri
vetítés lesz, péntek szombat este. Az egy nagyon hangulatos. Annyi, hogy valószínűleg idén a rendezvényeket az Alsó Parkba koncentráljuk, tehát nem húzzuk így céllyel, hanem egy folyamatos, tehát a családi nap után, amikor annak vége van, amikor az ottani programoknak vége, akkor délután elindulnak a vetítések, és akkor ott azért ez még jobb hangulat alakulhat ki, tehát nem húzzuk széllyel magát a helyszínek. Pár szót azért mondanál arról, hogy milyen fontosabb kategóriák is vannak. Megköszönöm. Talán ez nem csak az alkotóknak fontos szempont, hanem annak is, aki erre a hétre programot keres magának. Ez így van, köszönöm. A Nemzetközi Természetfilm Fesztiválnak 6 fő kategóriája van. Ez ugye a klasszikus természetfilm kategória, akkor a természetvédelem és környezetvédelmi dokumentum film kategória, ezen belül van a tévés produkcióké, és utána pedig az ilyen kisebb videó, rövid filmeké, tehát ezen belül 2 szekció van. Ugye ez technikai időbeni és technikai és formai követelmények alapján bontja széllyel a tematikus részt. Akkor a tudomány és ismeretterjesztés, természet és tudományos ismeretterjesztő filmeknek van egy külön szekciója, az úti filmeknek van egy külön szekciója, az animáció jelenik meg, és van ugye a horgászat és halászat, tehát mint külön szekciója a Nemzetközi Természetfilm Fesztiválnak. Ezen kívül pedig, hogy említettem, már egyszer szóba jött, hogy van ez a Kárpát-medencei filmszemlénk, ahol 2 szekció van, kulturális és természeti értékeink. Az alkotókról beszéltünk már legalábbis, hogy hogyan lehet őket megszólítani. Hát egyrészt ugye meg lehet őket szólítani honlapon, a nagy nemzetközi csatornákon és így tovább, de én most konkrétan úgy tudom, hogy ti hangsúlyt fektettek arra, hogy az ifjúságot is megszólítsátok. Hogyan is történik ez? Egyértelmű, tehát a maga a nagy fesztivállal kapcsolatban most van az a kommunikációs kampányunk, amikor rádiókba, tévébe, tegnap voltunk az Ozone Networkbe, tehát elindult a felhívás, megjelenik. Különböző természet- és környezetvédelmi magazinokba, tehát a felhívás az úgy szépen elindult. Ez nagyon, nagyon köszönjük a partnereknek is, hogy ez nagyon jól működik. Ezen kívül pedig mi hagyományokat szeretnénk. Ugye erről szólt az első év, hogy valamit rakjuk össze, teremtsünk hagyományokat. Nagyon-nagyon fontosnak érzi mind a szervezőkör, mind az egész alkotói kör, aki ide pályázik, a magyarok is, meg nemzetköziek, hogy valahol az ő alkotásuk azért elérje. Ennek a célcsoportja általában a család, a gyerek, a fiatal, a köznevelés, az oktatás, tehát hogy valahol az információ, amiket ők megfogalmaznak, az eljusson. Ezért mi is fontosnak tartottuk, és tehát összeraktunk 2 olyan programot, amit egyiket a Magyar Művészeti Akadémia támogat, a másikat pedig a Nemzeti Hulladékgazdálkodás Intézet. Ez diákoknak kiírt, egyik filmverseny, másik pedig egy fotópályázat. És ez a térségre szól, tehát az itteni, itt élő diákok számára. Tehát a Gödöllő és környéke, ugye? Ez így van. Nagyjából a Gödöllői járás. Igen, mi azt szoktuk mondani, hogy Dunakeszitől jövünk, egy fölfelé Dunakeszi fót, és akkor Gödöllő, Pécel, Aszót, tehát maga ez a régió, hogy most ez járás, így van, én azt mondom, hogy ez itt azok a települések, húzóbb településeken szeretnénk megszólítani a diákokat. Vagyunk kicsit többet erről, tehát vegyük a filmest előbb, jó? Jó. A filmes az úgy hívják, hogy Kressz Szemetej. Ugye említettem, hogy az egyik támogató az a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Intézet. Ennek a diák filmversenynek az a célja, hogy valahol a gyerekek szemével megtaláljuk, megmutassák azt, hogy végülis ez a szemetelései szokásaink, a hulladékgazdálkodás, az hogy néz ki? Tehát az ő szemükkel a felnőtt hogy viselkedik? Van-e olyan, amit ő nem tart jónak, vagy jónak tart? Hogy tudja fölhívni a gyerek? Nagyon sok humor van bennük, tehát akikkel eddig beszélgettünk, ötletbőrzéjük, csodálatos meglátásaik vannak. Bízunk benne, hogy ezek összeállnak tartalmi üzenetté is. Ugye van idejük, hogy ezeket megcsinálják, de erről szól, tehát hogy ezek a Kressz Szemetej, tehát hogy mit javasolnak, hogy szeretnék látni, hogy az ő környezetükbe a szemetelés, a hulladékgazdálkodás az hogy zajlódjon le. Tehát ez a filmszemlének a fő tematikája, és reméljük, hogy válaszolnak rá. Itt a plakátot is remélem meg tudtuk mutatni, tehát ezen
lehet látni, hogy hogyan, hova érdemes pályázni, és így tovább. Tehát, hogy minden, tehát megvan, Facebookja van, a weboldalunkon, tehát ezek mind ki vannak írva, és várjuk folyamatosan a nevezéseket. Nagyon értékes díjak vannak, tehát nagyon fontos kihangsúlyozni, nem egyéni, akár csapatok is jelentkezhetnek. Külön díj van azért, ha valaki a Facebookon jelez valami ötletet a többieknek, és még olyan díjakat is össze tudtunk rakni, hogy a webfilm, tehát aki lefilmezi, hogy hogy csináljuk ezt a dolgot, mit. És nagyon fontos azt elmondani, hogy itt nem a nagy kamerán múlik a dolog. Ma a gyerekek telefonján, az én gyerekek ennek is 20-szor jobb telefonja van, mint nekem. Lehet olyan filmet, ami élvezhetően nézhető, itt a tartalom a lényeg, a tartalomnak az összefogottsága és üzenete. És ha jól tudom, kedves Tamás, itt most nem is a gyerekeknek üzentük ezt a dolgot, hanem azoknak, akik sokat tudnának a gyerekeknek segíteni, akik összefogják őket, pedagógus. Igen. Nagyon fontos, hogy legyenek a gyerekek mellett pedagógusok. Köszönjük a munkájukat, és megkérjük, hogy amennyiben tudnák, még segítség, vagy a gyerekek egyáltalán hívják fel a figyelmüket, adjanak nekik egy kis olyan inspirációt, hogy igen, te meg tudod csinálni, hiszen ahogyan lefilmezted ezt, az az ötlet is megvalósulhat. És hát maga ez a kis kreatív csapat, akár egy média tanár segítségével, azért egy 60 ezer forintból már eszközöket vásárol magából, amiből kialakul egy ilyen kis klub tevékenység. Úgyhogy mi megköszönjük és kérjük a pedagógusokat, hogyha az ilyen tehetségesebb gyerekeknek úgy szól, hogy te figyelj, észrevetted, hogy van egy ilyen kiírás jelen pillanatban, pályáz rá. Azt meg, ha még valaki fogja a kezét is, és egy kicsit odafigyel, azt pedig méltányolni is szeretnénk majd a végén, hiszen lesznek külön díjak. És tulajdonképpen akkor ezek a gyerekeknek írt pályázatok, ezek hogy is kapcsolódnak a nagy... Ezek úgy kapcsolódnak, hogy egyik oldalról ugye szakmailag most filmezésről beszélünk, igen. Másik oldalról ugye ennek folyamata van, pályázat, bírálat, diátadó, és utána ennek kell egy publicitást adni, hogy mit végeztek, mit hoztak elő. És egyértelmű, hogy a filmfesztiválon ez egy blokk lesz. Annak a filmfesztivál kommunikációján benne lesz, hogy a gödöllők, a környéki gyerekek ennyire ötletesek, ezt tudták mutatni, erre hívták föl a mi figyelmünket. A gyerekek alatt azért szeretném elmondani, hogy két korcsoportról beszélünk, akinek külön ügye megvan, tehát a 12 és 14 év, és ugye a 15 év, 18 év közötti korcsoportból jelentkezhetnek. És hát emellett azért egy több ezer példányban el fog készülni egy kis kiadvány, ami az ő tapasztalataikat dolgozza föl, el fog készülni egy olyan komolyabb film, hiszen mi is forgatunk, tehát alkotók jönnek és segítenek azért egy pár csapatnak, amiből egy olyan oktatófilm készül el, a végén az ő díjnyertes filmjeikkel, amely az iskolákba bekerül, és igenis szükség van szerintem, és egy ilyen humoros, jól megvilágított hulladékkezelési oktatófilm illeszthető a mai oktatási struktúrában kell, és szerintem. Nem felejtem már el, hogy jön a másik. A Művészeti Akadémia, Magyar Művészeti Akadémia támogat a fotó. Az pedig ugye már tavaly volt kiírva a gyerekek számára egy fotópályázat. Nagyon szép munkák éreztek. Idén ezt kapcsoltuk így, ez a fény és a víz, egy nagyon fontos két elem, amivel lehet játszani. Ez egy játék. Ebben tényleg minden ötlet belefér, nem természet fotókat várunk, hanem magát a látványt, érzetet, hogy mit vált ki magunkból ez a két elem. Abban is kapcsolódik a fesztiválhoz ez a fotó pályázat, hogy a fesztiválnak a külön szakmai témája, és ezen kívül egy külön szakmai díja, az a víz-vizes élőhelyekhez kötődik, tehát így is tudjuk még majd kommunikálni az ott díjnyertes fotókat, és kapcsolni a fesztiválhoz. És hát a fődíja is a fesztiválnak mostantól az új struktúrában, az Európa kék szalagja, tehát lesz egy nagy fődíja. Ez alapunk a víz. Mit jelent ez az Európa kék szalagja? Ez a Duna. Ez egy nagyon-nagyon híres magyar természetjáró dokumentarista film, tehát ez a Rockenbauer Pál filmjéhez hasonló, de ezt Gyenes Andrásék készítették. Ez ugye végigevezték az eredettől egészen le a Duna deltáig a Donau-Esingentől, mert följebb patakocska. Így van. Ahol ők, de ott is gyalogoltak, és utána onnan szálltak rá. Az a lényeg, hogy ez átfolyik, összeköt minket, ez egy éltető eleme, tehát a víz egy éltető eleme, összekötő eleme, ezért úgy gondoltuk, hogy ennek van akkora üzenete, hogy ez mint fődíj, névben is, tartalmában is jelképezze minket. És miben testesül meg ez a
fődíj? A fődíj, hát alapvetően a díjaink mindenhol most már ugye a szarvas, tehát ez nagyon... Akkor az oklevél magatartalmazza. És azért meg van egy másik, tehát most már a súlyosabb lesz a fesztivál abból a szempontból is, hogy legalább azért közelíteni fogunk a pénzdíjakon belül az 500 ezer forint lesz, hogy most euróba is mondhatom, hogy ez 2000 euró, de hát most már azért pénzdíjak is lesznek a maga a díjak mellett, és ezzel kezdünk beállni abba a sorba, amit elvárnak egy nemzetközi fesztiváltól kell. Hát én azt gondolom, hogy ahogy tavaly idén is mi magunk szeretnénk majd folyamatosan nyomon követni az eseményeket, tehát ha bármilyen fontos állomása van, még a fesztivál megkezdés előtt is szívesen tájékoztatjuk a nézőket. Én megköszönném, és azt is nagyon megköszönném, hogyha ezekről a diák filmversenyekről, azoknak az eredményeiről is majd lehetne, azokat itt be tudnánk mutatni, hiszen a térségünkről szól, ne csak a mi kommunikációs csatornánk, hanem az ilyen helyi tévékbe is érdemben bemutatásra kerüljenek ezek a kis művek. Ez csak természetes. Köszönöm. Tamás, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Én is nagyon szépen köszönöm.